bizonyára tudja, hogy szeptember 22-ére van kitűzve az árverési pontja. A maguk cseresznyi és kertjét az adósságok miatt el kell adni. De ne nyugtalankodjon. Kávézzon csak, aztán aludjon nyugodtan. Van kiút. A tervem a következő. Ljubov Andrejevna viharos életet hagyva maga mögött, érkezik 5 év után haza, a családi kúriába, hogy újra megtalálja lelki békéjét. A harmónia azonban rövid ideig tart. A szeretett szülői ház, a családi birtok, a híres kert mára már megkopott fényében ragyog, sőt egy kegyetlen ténnyel is szembesülnie kell a hazaérkezőnek. Lopahin kereskedő, a ház régi ismerőse hozza a hírt, rövidesen elárverezik a birtokot, a gyermekkor emlékeit őrző házat, a legendás cseresznyés kerttel együtt. Cukor Balázs első nyíregyházi rendezése számos kérdésre keresi a választ. Egy izgalmas anyag, nagyon tényleg, tehát egy nagyon különös, nagyon sok kérdést felvet, nagyon jó rajta dolgozni, nagyon megdolgozza egyébként az embert, mert annyi minden van a mondatok mögött, és egy olyan térkép, egy hálózati viszony van, vagy annyira sokat kell a múltba visszafelé keresni, hogy melyik szereplővel mi történt, hogy ilyen nagyon izgalmas kutatás valójában az egész. Ljubov Andrejevnát, a kert úrnőjét Szélen Zita alakítja, míg Lopahin kereskedőt Nagy Idai Gergő játsza az előadásban. Egy feltörekvő paraszt ember. Legalábbis hurcolja magával azokat a frusztrációkat, amik ebbe a közegbe, a Ranyevszkája közegébe őt valamennyire el tudná helyezni. Úgyhogy ettől frusztrált a szereplő, a Lopahin. De egy bizonyos cél érdekében átverekszi magát, és le tudja magáról rázni ezt a hátrányt, vagy problémát. Várja, az úrnő fogadott lányának szerepében Kosik Anitát láthatja a közönség. A színésznő először játszik Csehov darabban. Nagyon vártam, és nagyon izgultam, hogy ez hogy lesz. Nagyon érdekel, amikor apró idegszálakra lehet bontogatni. Nem csak egy embert, akit én játszom, hanem mindenkit is megnézni, hogy ők hogyan kapcsolódnak össze, vagy hogyan ütköznek, vagy hogyan csúsznak el egymás mellett. Nagyon pontos ismerője az embereknek, Csehov, ezt tapasztaltam mindig, amikor olvastam, és most is ez alatt a próba folyamat alatt is ezt. Az előadás főbb szerepeiben a közönség láthatja még Horváth László Attilát, Horváth Rékát, és Tóth Károlyt is.